A Bajai Televízió kedd esti híradója kezdődik, köszöntöm nézőinket. Elsőként nézzük vezető híreinket röviden. Fejlesztések a Sugovica parton. Elbontják a piros WC-t, új pavilonok épülhetnek, bővülhet a játszótér is. Több a rendőr az utakon. Az évelei baleset hullám miatt az elmúlt hétvégén fokozott ellenőrzésbe kezdett a rendőrség. Diákolimpiai sikerek. 6 érmet nyertek a karatékáink a Szentesen megrendezett diákolimpiai döntőben. Épülhet, szépülhet a közeljövőben a Sugovica part. Az egykori nyilvános illemhely lebontása után új hiánypótló szolgáltatásoknak ad majd otthont a terület, amennyiben pozitívan bírálják el a város által benyújtott pályázatot. Emellett pedig önerőből kibővítik a parton található játszóteret is, valamint kialakítanak egy új elsősegélynyújtó állomást is. A Balsisinszki utca itt a Sugovica part, és itt a pavilonsor végén van gyakorlatilag ennek a helye. Az új terveket mutatja éppen a Városfejlesztési Iroda vezetője. Nyilas Erika elmondta, a közeljövőben 3 különböző fejlesztést is szeretnének megvalósítani a Sugovica parton. Egy 60 négyzetméteres térburkolat kerül kialakításra, erre fognak elhelyezni 2 darab előregyártott pavilont. A legnagyobb mértékű beruházás a jelenlegi nyilvános illemhely piros épületének és a kültéri zuhanyzónak az eltávolítása lenne, amelynek a helyére 2 előregyártott pavilon tervez az önkormányzat, tudtuk meg az irodavezetőtől. Az egyik pavilonban kerül kialakításra a mozgáskorlátozott mosdó, a másik pavilonban pedig elsősegélynyújtó hely kialakítására, értékmegőrzési lehetőség kialakítására van lehetőség, illetve kerékpár javítási lehetőséget is biztosítunk. A 2 pavilon közös tetővel lesz ellátva, és ez esőbeállási lehetőséget is biztosít. Ezen pályázat keretein belül tervezik még egy mozgássérültek számára alkalmas napozóterasz kiépítését is. A döntésre azonban még várni kell pár hónapot, tette hozzá Nyilasi Erika. Mindezeken felül önerőből kibővítik a parton található játszóteret, amely egy terepcsúszdával és egy hintával is gazdagodik majd, amelyen 2 kisgyermek és egy bébi hinta is található. Ez várhatóan április végéig el is készül. Ezek mellett pedig építenek egy állandó elsősegélynyújtó helyet is, a korábbi műanyagszékes megoldás helyett, ahová utcabútorokat, padokat és egy asztalt is kihelyeznek majd. Ez a beruházás is önerőből készül majd el. A tervek szerint már az idei nyárra. Csütörtökig lehet kérni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a személyi jövedelemadóról szóló adóbevallási tervezet kiküldését. A tájékoztató szerint az ügyfelek levélben, SMS-ben vagy a NAV honlapján elérhető űrlap segítségével kérhetik, hogy a hivatal a tervezetet postai küldeményként juttassa el hozzájuk. A dokumentumokat március 15-től az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tekinteni. Aki nem kéri a postázást és ügyfélkapuval sem rendelkezik, az március 16-tól az adóhivatal ügyfélszolgálatain nézheti meg az elkészült tervezetet. Az idén mintegy 3,8 millió adózó számára készíti el a hatóság az SZIA bevallást, és értesítést is küld, ha fizetendő vagy visszaigényelhető adó keletkezik. A tervezet postázását március 1-ig 300 ezren kérték, többségük telefonon. Március 15-i ünnepséget tartottak a Bajai Eötvös József Főiskolán kedden délelőtt. A műsorban az intézmény diákjai és pedagógusai is közreműködtek. Az ünnepségen versekkel, dalokkal és nemzeti színű léggömbökkel emlékeztek meg az 1848-as forradalom hőseiről. Fogadják szeretettel az Eötvös József Főiskola hallgatóinak ünnepi műsorát. Petőfi versekből és népdalokból álló műsorral emlékeztek meg az Eötvös József Főiskola hallgatói. Dr. Kanizsai Mária, a pedagógus képzőintézet igazgatója elmondta, minden évben felevenítik a történelmi eseményeket a diákok közreműködésével. Ünnepek kellenek a hétköznapokba, különösen a nemzeti ünnepek, hiszen a nemzeti hovatartozásunkat, az identitásunkat erősíti. Mi pedagógus képzéssel foglalkozunk. A pedagógusok azokat az értékeket tudják továbbadni a gyerekeknek, amiket ők maguk is megéltek, amelyeknek aktív részesei. A
A szervezők elárulták, az idei műsor csapat munka eredménye volt, hiszen a vers részleteket és az elhangzott zenei elemeket a diákok választották ki. Az oktatók pedig a műsor felépítésében segítkeztek. Mind a kórusban, mind pedig a szövegmondók között szerepeltem. A kórussal hetente egyszer tudtunk próbálni, azt hiszem 3 alkalom volt. A szövegeket pedig 2 hét alatt raktuk össze Kanizsai tanárnővel. A rendezvény főszervezője elmondta, a műsor több szempontból is hasznos feladat volt a hallgatók számára, hiszen a segítségével bepillantást nyerhettek abba a világba, ami a diploma megszerzése után vár rájuk. Ez a műsor teljes mértékben az ő ötleteikre, invencióikra épül, úgyhogy ezzel is azt próbáljuk elősegíteni, hogyha majd a munkaerőpiacon elhelyezkednek, és egy tantestület tagjai lesznek, akkor legyen tapasztalatuk abban, hogy milyen egy rendezvénynek a lebonyolítása, és hogyan kell erre készülni. A színvonalas ünnepséget az idén először rendhagyó módon az udvaron tartották meg. Ennek köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük volt arra, hogy a műsor végén a levegőbe engedjék a nemzeti színű lufikat, ami a tiszteletet és a szabadságot jelképezte. Sok volt a baleset az év első 2 hónapjában Bács-Kiskun megyében. Januárban és februárban több halálos közlekedési baleset történt, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az újabb esetek elkerülése végett, a rendőrség fokozott ellenőrzésbe kezdett az utakon. Hamarosan megtudhatják, hogy mit vizsgálnak kiemelten az egyenruhások. Pénteken tartotta éves jótékonysági rendezvényét a Bajai Egymi Egyesült Út Alapítványa. A szervezet az iskolai versenyek, a terápiás termek és a gyógyfoglalkozások fejlesztését, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek életkörülményeit támogatja munkájával. Az idei belépőjegyekből befolyt összeget sportszerek vásárlására és egy nyári művészeti tábor szervezésére szeretnék fordítani. A BEA nyitányaként az intézmény munkatársai zenés-táncos műsorral készültek a vendégeknek. Müller István főigazgató elmondta, a Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 500 kisgyerek és fiatal nevelését látják el, köztük 150 kollégistát. Az iskola alapítványa értük tevékenykedik több mint 20 éve. Az alapítvány ez valamikor létrejött az iskolának az ideköltözésével, és akkor támadt az az ötlet, hogy legyen az intézménynek egy alapítványa is. És akkor eleinte azt se tudtuk a pár kollégák, hogy miről is szóljon ez az egész. És igazából kirajzolódott, hogy az alapítvány nélkül ma már ez az iskola sokkal szegényebb lenne. Szegényebb lenne az a fejlesztő tevékenység, amit a tanulóknak nyújtani tudunk. A bára 250 vendéget vártak, a bevételt pedig ismét a fiatalokra költik majd. A parkosítás, rózsákat ültettünk, fákat ültettünk, madárlesre vittük a gyerekeinket, sószobát rendeztünk be, ugye, ami egy preventív célt szolgál, hogy a légzőszervi megbetegedésben lévő gyerekek, kicsit tudunk segíteni, akkor egy snoezellen szobát is létre tudtunk hozni, ami terápiás célokat szolgál. Metzinger Péterné elmondta, az idén tovább szeretnék bővíteni az eszközöket abban a szabadidős parkban, amit tavaly kezdtek el kiépíteni. Sikeres évet tudhat maga mögötte a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság. Csökkent a migrációs nyomás, kevesebb volt a bűncselekmény, viszont több halálos áldozatot követelő baleset történt a megye útjain. Dávid Károly főkapitány a Bajai Televízió stúdiójában értékelte a 2016-os esztendőt. Nehéz, de sikeres. Így jellemezte 2016-ot Dávid Károly megyei főkapitány. A legfőbb feladatot természetesen a migrációs nyomás jelentette, amit jó eredményekkel oldottak meg a rendőreink. A fizikai határzárnak, az infrastruktúrális fejlődésnek és a technikai vívmányoknak is köszönhetően a 2015-ben tapasztaltnál jóval kisebb volt a nyomás a határon, kevesebb intézkedés történt a kerítésnél. Szeptember utolsó hetében már egyértelműen Horvátország volt a migráció főiránya, és hát ennek megfelelően nálunk a munkatársaim levegőhöz jutottak, fújtunk egyet, a negyedik negyed év az nagyon nyugodtan zajlott is,
És hát akkor úgy fogalmaztunk, hogy a legfontosabb ugyanennek a biztonságnak a szavatolása, egyrészt nyilván a határszakaszunk mellett, ugyanakkor a megye lakossága számára is. A migráció mellett más területeken is helyt kellett állni a megyei rendőröknek. Örömteli, hogy kevesebb bűncselekmény történt, azon belül is csökkent a kiemelt esetek száma. Nőtt a nyomozati hatékonyság, ami szintén örömre adhat okot. Viszont az előző évhez képest több halálos közlekedési baleset volt az utakon, ami az egyik fő feladatot jelenti majd az idei évben. A főkapitány kiemelte, a megyei kapitányságok szoros együttműködésben dolgoztak, aminek mindenhol meg is lett a pozitív eredménye. Itt a bajaiaknak egy picit összetettebb a helyzete, hiszen nekik meglehetősen nagy felületen kell a határrendészeti kirendeltségekkel is együttműködni, és a határ közelségéből fakadóan olyan terheik vannak, amelyek nyilván a megye mélyebb területein nem fordul elő. Tehát a határzárral kapcsolatos bűncselekmények nagyságrendjét, ha mondjam, akkor ez is egy plusz teher számukra. De kiválóan oldották meg. A 2017-es esztendőre vonatkozó célok pedig hasonlóak a tavalyihoz. A migrációs nyomás kezelése mellett a 2016-ban elért nyomozati eredmények megtartása a feladat a megyei kapitányságok számára. A Dávid Károly főkapitánnyal készült teljes beszélgetést 2017. március 17-én, pénteken este 18 óra 30 perctől láthatják a Bajai Televízió műsorán. Gyorshajtás, a biztonságjöv mellőzése és ittas vezetés. Ezek a tragédiával végződő közúti balesetek legfőbb okai. Az elmúlt év hasonló időszakához képest január 1-e és február 28-a közötti periódus tekintve nőtt a halálos balesetek száma a megyében. A hétvégén egész Bács-Kiskunban, így Baján is fokozottan ellenőrizték az autósokat. Igazoltatnak a rendőrei Baján az elkerülő úton. Elsősorban a biztonságjöv használatát ellenőrizték a megállított autósoknál, valamint a szondát is megfojatták velük. Ezeknél a sofőröknél mindent rendben találtak, hiszen elmondásuk szerint ők több okból is igyekeznek betartani a szabályokat. Általában beszoktam mindig tartani. Fizetni nem szeretnék, pont ez véget. Odafigyelek az előírásokra minden. Én is kész. Tehát figyelem a mások épségét, és ennyi. És mindig bekapcsolja a biztonságjövet? Általában be. A halálos balesetek tipikus oka, ugyanis elsősorban az úgynevezett háromgyilkos. A biztonságjöv használatának elmulasztása, a gyorshajtás és az ittas vezetés. A megyében február 28-áig 8 halálos baleset történt, ebből 3 esetben nem használták a biztonságjövet. E 3 baleset egyikéhez kimutathatóan gyorshajtás is társult. Putnik Zoltán rendőrhadnagy elmondta, bár szerencsére Baján nem történt eddig az idén halálos baleset, a hétvégén a bajai rendőrkapitányság munkatársai is fokozottan ellenőrizték az autósokat. Ennek során fokozottabban odafigyeltek az ittas vezetők kiszűrésére, ezen kívül a gyorshajtókra, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának helyességére. Az ellenőrzések során, illetve az elmúlt napok során elmondhatjuk azt, hogy személyesérésre járó közlekedési baleset nem történt a bajai rendőrkapitányság illetékességi területén. A fokozottabb ellenőrzések idején 8 jármű vezető esetében merült fel az ittasság gyanúja. A rendőrhadnagy hozzátette. A három gyilkos mellett nagyon jellemző baleseti ok a kerékpárosok és a gyalogosok körében a láthatóság hiánya. A rendőrség a megelőzés érdekében rendszeresen szervez baleset megelőzési előadásokat, oktatásokat és programokat, valamint szintén a megelőzéshez tartozik a fokozott rendőri jelenlét is. Rajzpályázatot hirdetett a közelmúltban a Sundance TSE, amelynek témája mi más is lehetett volna, ha nem a tánc. A verseny igencsak felkeltette a bajai iskolások érdeklődését, hiszen több mint 300 alkotás érkezett be a szervezőkhöz. Ezekből hamarosan 2 kiállítás is nyílik a Bácskai Kultúrpalotában. A legjobb alkotásokat díjazzák is. A részletekről Pestalik Bianka nyilatkozott híradónknak. Bármilyen meséből, versből kiválaszthattak olyat, ami a legjobb pillanat volt számukra, vagy akár a való életből, és minden rajztanár visszajelzése alapján nagyon megfogta ez a fiatalokat, ezért összesen 348 rajz érkezett be. Nagy örömünkre nem tudtuk elhelyezni őket a városba, úgyhogy ketté kellett bontanunk a beadott rajzokat. Az egyik az alsósoké lesz majd, a másik pedig a felsősöké és a középiskolásoké. Az alsósok rajzpályázatát most lehet a héten
megtekinteni még, és jövő héten, azaz 20-án hétfőn este 6 órakor kerül majd a díjátadó sorra, este 6-kor, ahol az alsósok fognak majd bemutatkozni, és mindenki kap majd valami ajándékot, kisebb ajándékokat, és a helyzetek nyilván jóval nagyobb ajándékokat, Baja Város vállalkozói által felajánlott ajándékokat fognak majd kapni, és utána 27-én hétfőn, tehát még egy héttel később, pedig majd a felsősök és a középiskolások ugyanígy este 6 órakor díját adóznak. Most pedig kezdődik a Sportpercek. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Elveszítette a tavaszi veretlenségét a bajai KSE MB2-es férfi kézilabda csapata. A bajaiak szombaton délután az MB2 délnyugati csoport lista vezetőjének, a Kalocsának a vendégei voltak. Gál Géza együttese a tavalyi pontvadászatban jókora meglepetést okozott, amikor elhozta a bajnoki pontokat Kalocsáról, most is hasonló bravúrra készültek a bajaiak. A kiegyenlített első félidőben erre még meg is volt az esély, azonban a fordulás után ritmust váltott a Kalocsa és meglépett ellenfelétől. Így az utolsó percek már izgalommentesen teltek, a bajai KSE 33-19-re maradt alul a bajnok aspiráns vendégeként. A bajaiak most vasárnap majd a Rinyamenti KC gárdáját látják vendégül a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban. Sikeresen szerepeltek a Diák Olimpián a bajai Kyokushin karatékák. A fiatal harcosok népes mezőnyben bizonyíthattak, a sportág legjobbjai vettek részt a szentesi megmérettetésen. A mieink több értékes helyezéssel térhettek haza. A Diák Olimpia szinte minden sportágban felveszi a versenyt az országos bajnokságok színvonalával, hiszen gyakorlatilag megegyezik a mezőny a kettő megmérettetésen. A Kyokushin karate esetében is így van ez, a szentesen megrendezett viadal egy utánpótlás OB-val is felért. Ken Robert 15 fős csapattal nevezett, a bajai dojo mellett Vaskútról is érkeztek harcosok. A bajaiak egyetlen aranyérmét Bíró Botont szállította. Az első meccset döntetlenre játszottam le, utána pedig volt egy hosszabbítás, akkor nyertem. A másodikon pedig megrúgtam a combját is, elesett, a harmadiknál pedig az már nehéz volt. A fiatal sportoló szerencsére a tatamin nem gondolkozott ennyit, aminek aranyérem is lett az eredménye. Botond a Vaskúti dojo tagja, ahol Hent Zoltán irányítja a szakmai munkát. A mester nem csak fiatal harcosával, hanem a többiekkel is elégedett volt. Náluk még kicsit nagy a riadalom, ilyenkor ugye bele kell szokni ebbe a millióbe, ebbe az egész versenyzésbe, de mindenki hozta az elvárt formát, gyönyörű szépen megvalósították azt, amit szerettem volna, hogy megvalósítsanak, fegyelmezettek voltak, koncentráltak, meg is volt az eredménye, ugye mind a két apró versenyzőnél volt két KO-s meccsük. Az idei Diák Olimpia nem csak a mezőny méretében tekintve volt kiemelt verseny, hanem a színvonal is átlag feletti volt. Ennek fényében külön örömre ad okot a bajaiak sikeres szereplése, hiszen Botond aranya mellett Antal Péter ezüstérmének, valamint Hazafi Laura, Farkas Brandon, Csiki Alex és Krizsák Balázs bronzérmének is örülhetünk. Én nagyon remélem, hogy ez sikertörténetként érik meg egy-egy ilyen torna után. Az biztos, hogy hatalmas lökést ad nekik egy-egy ilyen győzelem, illetve helyezés. Nagyon remélem, hogy a fiatalok azért ebből erőt merítenek, mivel azért mostanában ugye mindenki tudja, látjuk, hogy ez nem annyira nem népszűrek a sport, egyáltalán a sportok, ezen belül a küzdősportok sem. A bajai harcosok a Diákolimpiát követően már nemzetközi versenyekre készülnek. Ken Robert tanítványai április elején Görögországban küzdenek, majd május végén a romániai világbajnokságon próbálnak meg minél jobb eredményt elérni. A Sportpercek végén kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Fejlesztések a Sugovica parton. Elbontják a piros WC-t, új pavilonok épülhetnek, bővülhet a játszótér is. Több a rendőr az utakon. Az évelei baleset hullám miatt az elmúlt hétvégén fokozott ellenőrzésbe kezdett a rendőrség. Diákolimpiai sikerek. 6 érmet nyertek a karatékáink a szentesen megrendezett diákolimpiai döntőben. A Bajai Televízió híradóját látták, friss összeállítással csütörtökön este, 6 órakor jelentkezünk. Szerda este többek között a városi ünnepségen készült felvételeinket láthatják. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Délelőtt az ország nagy részén a változóan felhős ég mellett még néhány órára kisüt a nap, de a déli óráktól észak felől mindenütt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nemzeti ünnepünkön a délután közepéig csapadék nem valószínű, azonban kora este néhol kisebb eső, futó zápor esetleg kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, sőt átmenetileg meg is erősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.